A régi helyszínen, a régi edzővel, de új néven vág neki a bajnokságnak az amatőr NB1-es nyíregyházi női kosárlabda csapat. A keretet néhány rutinos játékos mellett fiatalok alkotják majd. Mivel utóbbiak több korosztályban is játszanak, Farkasinszki Gyulánénak oda kell figyelnie a terhelés elosztására. A felkészülésünkkel semmi gond és probléma nem volt. Ezek a lányok, akik itt vannak nálunk, azok nagyon keményen dolgoznak. Ugye nagyon tartalmas augusztus van mögöttünk, főleg azért, mert ugye itt a csapatnak a nagy részét az utánpótláskorú játékosok fogják adni. Márpedig nekik ugye előselejtezőzni kellett, selejtezőzni kellett, és az a komoly öt felnőtt játékosunk van. Ők viszont szolidárisan végdolgozták az egész nyarat a kisebbekkel, tehát rutinról is beszélhetünk, mert ugye itt az Orsi személyében ugye most ő végcsinált egy teljes alapozást, mert szükségünk van rá, hogy a fiatalokkal segítse abban, hogy a pálya minél jobb eredményt tudjunk elérni. A Karakodurina ugye az a stabil tagja a csapatunknak, ehhez a Lizák Kitti tért vissza hozzánk, aki ugye szülés után a Bácskai Esztel maradt meg, és van egy lány, aki itt tanul Nyíregyházán, a Onaka Renáta, és ez a magnus. Ehhez fogjuk hozzátenni a juniorokat és a kadetteket, hogy annak megfelelően kell őket megbontanunk, hogy senki ne kapjon túl nagy terhelést. Ez nem egy egyszerű dolog lesz ebben az évben, de azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk majd. A nyíregyháziak a fehér csoportban szerepelnek. A három csoportot a területi elv figyelembevételével alakította ki a szövetség. A Debrecen van egyedül, aki közeli csapat lenne. Ehhez jött egy új csapat, a Tiszakécske. Várjuk, hogy milyen játékerőt fog képviselni. Ugye ezen a területen maradt a Szolnok, a Kecskemét és a Szeged, és ehhez kaptunk három budapesti csapatot, az Elta Fortis, az MTK TFS-ének az U23-as csapatát. Valamint a MAFC-ot. A Zsiráfok a nyitófordulóban a szolnoki MÁV SE csapatát fogadják. Az előző években aránylag csak utánpótláskorú játékosokra támaszkodott, de most ő is hívott vissza idősebb játékosokat, hogy ő ugyanúgy segítség a fiatalok munkáját. Nagyon remélem, hogy azért a mi rutinunk és a mi játékerünk ez jobb lesz. Én mindenféleképpen győzelemre számítok. Reméljük, hogy ez így is lesz. A Zsiráfok Kosársuli Nyíregyháza Szolnok mérkőzés vasárnap 12 óra 30-kor kezdődik a Szent Imre csarnokában. A forduló további párosítása a következő: Tiszakécske VS-e MAFC, Elta Fortis Szegedi kosárlabda egylet és Deac TFS MTK U23.